A rendőrség 2016. szeptember 1-én kezdte a toborzást a határvadász bevetési osztályaiba. A területi szervek toborzó csoportjai több megyében és különböző rendezvényeken összesen 246 helyszínen fogadták az érdeklődőket. Országos szinten 2017 első negyedévéig összesen 1519 fő kezdte meg a határvadász képzést, ebből 259 fő Nyíbátorban. Usztics Attila 35 perc című műsorunkban kiemelte. Addig, amíg a 3000 fős állomány nincs betoborozva, nincs kiképezve, ezt a feladatot tovább folytatja a rendőrség. 2016. szeptemberétől az egyik legmagasabb létszám az, amelyet a megye toborzó csoportjai mind a felvételeljárásokba be tudtak toborozni, és végrehajtottuk ezen jelentkezőknek a felvételeljárását. Továbbá a képzést, akik megkezdték, az is egy magas létszám, és egy nagyon nagy eredményességi ráta az, amellyel ez a már betoborzott és képzésbe bevont állomány a későbbiekben már végzett és részszakképesítéssel rendelkező rendőrként meg is kezdette a szolgálatát. A felvételt nyert pályázók 6 hónapos iskolarendszeren kívüli modulális képzésben vesznek részt, amelynek első 2 hónapjában a rendvédelmi alapfeladatokat, majd az ezt követő 4 hónapban az őr járőrtársi modult teljesítik. A második modul eredményes teljesítése után komplex szakmai vizsgát tesznek és őr járőrtárs részszakképesítést szereznek. De a téfitekkel ellentétben a rendészeti iskolák felvételi eljárásaihoz képest nem lett könnyebb a felvételi követelmény, tette hozzá Usztics Attila. Az első hullám nyilván, amikor megkezdtük a toborzást, akkor az újdonság erejével is hatott, és nyilván nem lehet megkerülni a kérdést, ami azt jelzi, hogy a rendészeti szakgimnáziumokba történő jelentkezést, ha eredményettelen volt a jelentkező részéről, egy újabb lehetőség volt nekik egyrészt, hogy megmérettesse magát, másrészt, hogy hát, ha most ilyen nagyobb eredményességgel szerepelhet a felvételi eljárásban, és akkor ez így is történt. Ezt most is szeretném leszögezni, hiszen az összes ebben dolgozó kollégáim és ezt támasztják arra, hogy nem könnyítettünk a felvételi rendszeren, tehát ugyanolyan megfelelésnek kellett lenni a kollégáknak, mint oda jelentkeztek volna a rendészeti szakgimnáziumba. A felvételi rendszer tehát nem változott. Határvadásznak azok jelentkezhetnek, akik 18. életévüket betöltötték, büntetlen előéletűek, és sikeresen teljesítik az egészségügyi, pszichológiai, illetve fizikai állapot felmérést.